Mi itt lakunk a pálya melletti házban. Felmerült, hogy hát hova is járhatnánk kosarazni, mert hát nem elég az a heti 2-3 edzés, akkor mégis hol lehetne gyakorolni, és hát itt a környéken nincsen kosárpálya, az iskolában van ugye a tornaterem, ott vannak ugye edzések is, de hát oda nem lehet ugye egy másik egyesület tagjaként nem lehet bejárni, főleg nem ugye szabadidőben. Én magam nem is gondoltam, hogy erre lehetne pályázni. Éveken át azon álmodoztam, hogy esetleg, hogy én vennék ide palánkot, és akkor vagy egy mobil palánkot, és aztán egyszer csak a Péter mondta, hogy az önkormányzatnak lehetne javaslatot tenni bármilyen kerületet érintő témában, és akkor nekem rögtön ez jutott eszembe, és aztán, amikor ezt megtettük, akkor bejött a figyelmet, hogy van még egy pályázat, és azok ti voltatok, és akkor így ez a kettő tökéletesen egy álom megvalósulásaként kapcsolódik most össze. Én is nagyon örülök ennek, hogy ez itt lesz, mert így a edzéstársaimmal, meg barátaimmal tudok majd ide járni. A harmadik kerületi önkormányzat folyamatosan támogatja a civil közösségeket. Ez egy roppant egyszerű történet, hogyha valaki ránk ír és tesz egy kezdeményezést, azt minden esetben a lehető leggyorsabban megvizsgáljuk. És ebben az esetben a megoldásokra törekszünk. Én köszönöm a megvalósítóknak azt, hogy partnerek voltak abban, hogy mi a telepítés egy részét, a partnereink pedig a másik részét közösen tudjuk vállalni. Úgy mondanám, hogy talán katalizátor vagy közvetítő szerepem van, mert Barbaráéktól tudtam, hogy lenne erre igény. Tudtam az önkormányzati pályázási lehetőségről, a közösségi költségvetésről, és oda pályáztunk is itt kialakítani egy kosárpályát, és szinte éppen csak, hogy beküldtük azt a pályázatot, amikor feltűnt a járókelőnek és a bágnak a pályázati lehetősége. Én nekem az az egyik célom, hogy az emberek merjenek lépni, tegyenek a saját érdekükben, és megmutatom, hogy van erre lehetőség.